Ebben a pillanatban Polgár Viktor a CNN televízióban azt hallotta, hogy Gorbacsovot letartóztatták. Viktor. Az AFP jelentette gyors hírben, hogy Gorbacsov megpróbált visszatérni Moszkvába a Krimből, és a megérkezése után a repülőtéren tartóztatták le. A letartóztatói között három tábornok is volt. Egyelőre ennyit lehet tudni, a részletekről gondolom később majd többet fogunk tudni mondani. Köszönöm szépen, menjünk tovább. Kiemelkedő nemzeti ünnepünkről végre megemlékezhetünk méltóan. Az államalapító Szent István király tiszteletére tartott országos emlékünnepségek nyitó eseményeként Göncz Árpád köztársasági elnök, Antal József miniszterelnök és Dornbach Alajos az országgyűlés alelnöke reggel koszorút helyezett el a budai Halászbástyán lévő Szent István szobornál. Az ünnepségen részt vett a kormány több tagja, Budapest főpolgármestere, valamint parlamenti képviselők és a Magyarországon akkreditált diplomáciai testületek több vezetője és tagja. Az országban mindenütt megemlékezéseket tartottak. Tudósítói jelentéseinkben most megelevenedik néhány ezek közül. Az államalapítás jelképes helyén, a honfoglalás földjén, a Szeri pusztán, a hagyományhoz híven ma is tízezrek gyűltek össze. Antal József miniszterelnök megemlékezést tartott augusztus 20-a alkalmából. A most következő percekben ebből láthatnak egy rövid összeállítást, összefoglalót. Székesfehérvár. Szent István államalapító magyar király egykori bazilikájának emlékhelye. Az épület alakját, méreteit már csak rajzok őrzik. A régi építőelemek maradványai azonban fellelhetők a püspöki kert szomszédságában. Az egykori országgyűlések színhelyét kereste fel a magyar miniszterelnök. Antal József Kralovánszky Alánnal, Szent István sírjának feltáró régészével emlékezik az államalapítóra. Géza nagyfejedelem és fia István király az 1000 évvel ezelőtti Magyarország két hatalmas géniuszának egykori fővárosában, Alba Civitasban, Fehérvárot vagyunk, annak a szívében. Ez az a város, ahol István király az első állami intézményt létrehozta, az úgynevezett királyi bazilikát, amely gyakorlatilag ugyanazt jelentette, mint a angolok számára a Westminster apátság, a lengyelek számára a Wawel, vagy Toledo, Nápoly, franciáknak Saint-Denis, Európát hozott, mert befogadta Európa. Ami a megdöbbentő, hogy ez a királyi személyes családi kápolna egyházjogilag méreteinél fogva sokkal nagyobb volt, mint a német-római császároknak a hasonló bazilikája, 8000 ember fért el, ez pedig avval a létszámmal azonos, amely István király korában a 3500 faluból jött két-két képviselők együttesét jelentette. Tehát valahol István király, amikor létrehozta ezt az intézményt, az ő kisebb, szűkebb családja és a nagyobb családja az ország agyával és szívével gondolkodott. Ennek köszönhető az, hogy előbb fiát, a később szentélyavatott Imre herceget, majd őt is e helyre temették, ott, ahol édesapja is egykor nyugodott, és 950 évvel ezelőtt, amikor meghalt, 45 évvel később erről a helyről emelték fel földi maradványait, és helyezték oltárra, avatták szenté. Ez a nemzetközi elismerés évszázadokon keresztül zarándok helyé tette ezt a pontot, és mindazt, amit Istvánnak köszönhetünk
mi szegény utódai az itt került megfogalmazásra évszázadokon keresztül szóban, zenében, szertartásokban, és szeretnénk hinni, hogy ez a generáció és a következő generáció folyamatosan tudja ezt a szellemi stafétabotot, ezt a szellemi örökséget tovább őrizni, tovább adni. Ez a mi feladatunk, és nem is kevés. Gondolom, ezzel miniszterelnök úr is egyetért. Azt hiszem, nincs alkalmasabb hely arra, hogy augusztus 20-án a magyar nemzeti ünnepek sorában az állami ünneppé tett augusztus 20-án ezen a helyen, Szent István sírhelyén emlékezzünk, és Szent István sírhelyén gondoljuk végig teendőinket, gondoljunk végig európai és magyar feladatainkat. Azt hiszem, ez a hely, ahol 1038-tól 1526-ig királyaink koronázására, királyaink esküvőire, királyaink temetéseire került sor, egy olyan erőt adó magyarságunkat, európaiságunkat és kereszténységünket szimbolizáló hely, ahol a legalkalmasabb felidézni jelen körülményeink között is mindazt, ami az ország előtt áll, és ami a mi feladatunk. Székesfehérvár az elmúlt évszázadok alatt nem csak az 1000 éves magyar államiságnak a jelképét jelenti, hanem azt is jelenti, hogy a magyarság összekötötte európai jelenlétét, európai államiságát a kereszténységgel, és amit ez a bazilika jelent, az nem egyszerűen egyházi jellegű, hanem az a magyar közjognak a részét képezi, mondhatnám azt is, a magyar alkotmányosságnak, a törvényhozásnak is ide nyúlnak vissza a gyökerei, és Székesfehérvárt kell említenünk akkor is, amikor a magyar alkotmányosságnak egy olyan ősi dokumentumára és szimbolikus és tényleges jogi értékű alkotására gondolunk, mint az aranybulla. Sokszor bizonyos kisebbségi érzéssel szólnak magyarok arról, hogy Magyarországon a demokráciának, a jogállamiságnak, a parlamentarizmusnak nincsenek hagyományai. Ezt tagadom, és szeretném itt és ezen a helyen elmondani, hogy a magyar jognak, a magyar alkotmányosságnak éppen az aranybulla, amelyik alig néhány évvel követi az angol Magna Chartát, egy olyan alapdokumentuma a magyar szabadságeszméknek, a magyar alkotmányosságnak, amihez alig egy évtized múlva az első önkormányzati megye, Zala megye kapcsolódik, és ez azt jelenti, hogy a magyar államiság és a magyar önkormányzatiság együttesen érvényes és együttesen jelentkezik. Szent István a mi számunkra azt az államalapító uralkodót jelenti, akinek elszántsága, elhatározottsága, nyugodtan mondhatjuk keménysége, párosult az államalapító, az államalkotó türelmével,
saját korának, a középkor szellemiségének mély megértésével párosult azzal, amit az egyetemes kereszténység jelentett ebben a korban, és párosult egy olyan türelmi szemlélettel, amelyre Európában és a későbbiek során is kevés példát találunk. Szent István intelmei olyan alapvető állambölcseleti, olyan alapvető politikai kódexet jelentenek a ma embere számára is, amely méltán tehet bennünket büszkévé államalapítónkra. Szent István intelmeiben világosan figyelmeztet arra, hogy annál gazdagabb egy ország, mennél többféle nép szokása, és mennél többféle nép nyelve teszi azt azzá. A magyar történelem viszontagságos évszázadaiban, amikor a magyar nemzet pusztult, a befogadottak, az idegenek, akik vendégként érkeztek hazánkba, a magyar nemzetnek részévé váltak, akár úgy, hogy átvették nyelvünket és beolvadtak a magyarságba, ezért a magyar egy befogadó nemzet, akár úgy, hogy a magyar állam határain belül nemzetiségüket, nyelvüket évszázadokon keresztül megőrizve járultak hozzá hazán gazdagabbá tételéhez. Elpusztult földjeink, elpusztult városaink újjáépítéshez, újjászervezéséhez. A Szent Istváni gondolat éppen ezért jelenti egyszerre a magyar államiságot, jelenti egyszerre a függetlenséget, Szent Istvánnak azt a törekvését, hogy akkori világhatalmak között, az akkori Európában egymásnak feszülő nagy politikai erők közepette, a német-római császárság, Bizánc és a pápaság politikai törekvései közepette, meg tudta találni azt a külpolitikai alapvetést, amivel Magyarországnak megőrizte a pápaságra támaszkodva, és ez azután az Árpád-házi uralkodóknak egyben hosszú időre politikai útmutatást jelentett, megadta a függetlenség irányát, és Magyarország sohasem vált vazallusává, sohasem vált részévé egyik európai nagyhatalomnak sem. Ez a mi függetlenségünk alapja, ez a mi függetlenségünk záloga. Úgy gondolom, hogy most, amikor itt vagyunk, a magyar államiság romossá vált szimbólumán, itt állunk e kövek felett, akkor arra kell gondolnunk, hogy a magyar történelem milyen évszázadokat élt meg. Összehasonlíthattuk Westminstertől Toledóig, összehasonlíthattuk a Wawellal ezt az épületet, és ez az összehasonlítás nem csak azt jelenti, hogy milyen nagyszerű történelmi örökség, miért egy történelmi emlékhely Székesfehérvár, hanem jelzi történelmünk tragédiáját is, azt, hogy ami más helyen megmaradt, ami más helyen ma is áll, az nálunk ilyen romokban, ilyen romokat jelentő fal maradványokkal és díszítményekkel maradhatott csak meg. Ami másutt Európában ma is művészettörténeti kérdés, az nálunk régészeti kérdéssé vált. Éppen ezért, amikor ezen a helyen felidézem a magyar államiság
évezredét, akkor arra is utalni szeretnék, hogy most, a 20. század végén hűnek kell maradnunk ehhez a szellemiséghez, hűnek kell maradni ahhoz, hogy a függetlenségünket minden körülmények között megőrizzük. A függetlenség áldozatokat jelent. Mi meghoztuk az áldozatokat az elmúlt évszázadokban, ennek a nemzetnek erkölcsi alapja van ahhoz, hogy Európában független és szabad legyen. Másrészt Európa azt is jelenti számunkra, hogy a kereszténységgel államalapító Szent Istvánunk kötötte össze a magyar államiságot, a magyar nemzeti önállóságot. Ennek hagyományát és tradícióját is meg kell őriznünk. És meg kell őriznünk azt, hogy a magyar függetlenség elképzelhetetlen és elválaszthatatlan a mi európaiságunktól. Számunkra a garanciát csak Európa jelentheti. Most, amikor emlékezünk, most, amikor az új magyar köztársaság állami ünnepén hitet teszünk, függetlenségünk, európaiságunk, és az előre haladás elkötelezettsége mellett, akkor tudnunk kell azt, hogy mint annyiszor az elmúlt évszázadokban, a szomszédságunkban súlyos felhők közeledhetnek felénk, és olyan sötét felhők látszanak túl határainkon, amelyek minden magyart arra köteleznek, hogy szilárd legyen nemzeti tartásában, szilárd legyen a magyar hagyományok megőrzésében, és szilárd legyen abban, hogy ennek az országnak meg kell őriznie belső stabilitását, mert csak önállóságunk, európaiságunk és belső stabilitásunk biztosíthatja azt, hogy Magyarország a 20. század végén kellő biztonsággal indulhat el egy újabb évezred felé, és ez az újabb évezred a mi számunkra csak Európa népeivel és az európai biztonságért felelős népek, nemzetek és államok együttműködésével őrizheti meg értékeinket. Azt hiszem, ha mindezt ezen a helyen közvetlenül érezzük, érezzük ezeknek a köveknek a kisugárzását, érezzük annak a hitét, hogy olyan földön állunk, olyan köveken tapodunk, ahol elődeink 1000 évvel ezelőtt nem kisebb nehézségekkel, hanem az állam alapítás, az állam alkotás minden felelősségével jártak, ha érezzük a kisugárzását e tárgyaknak, hiszen a tárgyaknak is lelke van, ha hiszünk benne, és hogyha felismerjük és megérezzük, hogy mit láttak és minek voltak tanúi ezek a kövek, akkor ezek a kövek egyben útmutatóak. Egy nemzetnek csak akkor lehet igaz jövője, ha megbecsüli múltját, és nincs más előremutató, mint a múlt és a jövő között, az összekötőben, az összekötő időszakban, a jelenben megtenni mindent azért, hogy felemelhessük országunkat, megküzdhessünk a nehézségekkel. De ez csak akkor sikerülhet, ha az új politikai körülmények között, a kivívott szabadság árnyékában, egy politikai többpártrendszerben,
ahol lehetnek viták, ahol lehetnek ellentétek, ahol egymásnak feszülhetnek az érdekek, mégis azokban az alapvető kérdésekben és azokban az előttünk álló feladatokban meg tudunk egyezni, amelyek minden magyar számára és Magyarország minden állampolgára számára a biztos jövőt jelentik. Hiszem, hogy itt, Szent István sírjánál megfogadva, Magyarország képes ezen az ezer éves államiságon tanulva ennek az ezer éves államiságnak az egészét vállalva, amelyikből az első fél ezred, legalábbis visszatekintve, egy nagyobb, egy biztonságosabb államnak tűnt, több dicsőséggel, és az azóta eltelt évszázadok szakadatlan szabadságküzdelmet jelentettek. E szakadatlan szabadságküzdelmek, melyek nemzetünknek az elmúlt évszázadokban megadattak, egyben meg kell, hogy szilárdítsák akaraterőnket és hitünket ahhoz, hogy biztosan eljussunk mind a magyar politika, mind a magyar gazdaság, mind pedig a magyar kultúra területén egy jobb és igazabb, újabb évezred irányába.